az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigazságairól. Erdő Péter bíboros úrral beszélgettünk az apostoli hitvallás második mondatáról, amely úgy szól, hogy hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban. Ez a mondat több állítást is magába foglal. Igen, mindjárt az első, a Jézus Krisztus. Ez ugyanis ma egy név. Eredendően azonban a Jézus volt a történelmi személynek a neve, aki az első század közepén, Palesztinában még közismert személyiségnek számított. Egyébként a Jézus, a Jehosua név nem volt nagyon ritka a korabeli zsidóság körében. Azt jelenti, hogy Isten megszabadít. Nem véletlen, hogy az evangéliumokban is azt olvassuk, hogy Jézus lesz a neve. Tehát az angyal jövendöli meg, nem is az édesanyja adja, nem is József adja neki a nevet, hanem különleges jövendölés üzeni meg a nevét, ezzel is utalást fedeznek fel a szerepére, a küldetésére. Minden esetre a Jézus nevű ember, akit úgy ismertek, mint Názáreti Jézust, akinek a rokonságát is ismerték sokan, ez az ember Pilátus helytartósága alatt kereszthalált szenvedett. Előtte pedig prófétának, tanítónak, csodálatos gyógyítónak tartották. Ebben még a legkorábbi szövegforrások is egyetértenek, amelyek nem keresztényektől származnak. Tehát a Jézust nem hittel fogadók között is természetes dolognak számított, hogy történelmi szeméről van szó, aki a kortársak előtt ismeretes. A Krisztus szó nagyon érdekes, mert a hitvallás szövegében már a névnek a részét alkotja, hogy ma is használjuk Jézus Krisztus. A kezdet kezdetén azonban a szerepét, a küldetését jelölte, hiszen a Krisztusnak a héber megfelelője a Messiás. Tehát ő volt a megváltó, a Messiás, benne ismerték föl a tanítványok az Isten küldöttét, akire a nép hosszú nemzedékek óta várt. Igen ám, de ennek a görög alakját nagyon hamar úgy kezdték értelmezni, főleg Palesztinán kívül, hogy ez egy személynév. De az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy Antiókiában kezdték el Jézus tanítványait keresztényeknek, krisztiánoinak hívni, ez pedig a Krisztus szóra vonatkozik. Egyébként az első századi forrásokban találunk más hasonló jelenséget is, hiszen Svetoniusnál lehet olvasni, hogy Claudius császár kiűzi Rómából a zsidókat, mert közöttük zavargás támad egy bizonyos Krestos miatt. Hát valószínűleg ez is már erre a keresztény-nem keresztény vitára utal. Minden esetre a Krisztus név hamarosan személynévként terjed el, de egyben hordozza Jézus méltóságának, küldetésének a megvallását is. Úgy hiszünk Jézus Krisztusban, mint Isten egyszülött fiában, az Atya egyszülött fiában. Ez azért döbbenetes, mert szoktuk azt mondani, és helyesen tesszük, hogy mi emberek mindnyájan Isten gyermekei vagyunk. Ám de Jézus nem csak, mint ember gyermeke az Atyának, hanem istenségére, a Szent Háromság belső viszonylataira utal ez a második állítása a hitvallásunknak. Mert egyszülött, egyetlen fia az Atyának a Szent Háromságon belül csak a Fiúisten. A Szent Háromságon belüli viszonylatoknak, vagy relációknak egy titokzatos utalása ez. Természetesen atyaság, fiúság, emberi fogalmak, az Istenben való létgazdagság, az bizonyára az emberi fantázia számára nehezen felérhető. Mégis ebben a szeretetből formált háromszögben, aminek a Szent Háromságot valljuk, sajátos pozíciója van, Krisztusnak, mint Istennek, a második isteni személynek. És ezt nevezzük az Istenen belüli fiúságnak. Tehát ő az Atya, egyszülött fia ebben a titokzatos értelemben. Egyébként ezt, hogy ő az Atya egyszülötte,
Ezt megtaláljuk János evangéliumában, tehát nem csupán a későbbi egyháznak az elméleti erőfeszítése dolgozta ki, hanem a nagyon korai időkben is már megjelenik, mint kifejezés. Természetesen Krisztus istenségének a megvallása ott rejlik ebben a mondatban másutt is. Mert nem csak azt mondjuk, hogy az Atya egyszülött fia, hanem azt is mondjuk, hogy a mi Urunk. Az Úr kifejezés megint csak a korabeli zsidóság körében Istenre utalt. Ugye a négy betűt, a titokzatos nevet nem mondták ki, hanem helyette az Adonai, az Úr szó szerepelt leggyakrabban, tehát amikor az Úrról beszélnek, akkor legtöbbször őrá, az egyetlenre, a kimondhatatlan nevűre gondolnak. Jézus pedig saját maga néha úgy beszél önnön magáról, hogy ezt nehéz lenne másképpen érteni. A lábmosás jelenetében például tudjuk, hogy a tanítványok vonakodnak attól, hogy hagyják, hogy ő megmossa a lábukat. És akkor Jézus azt mondja, hogy ti engem Úrnak és Mesternek tartotok, és jól mondjátok, mert az vagyok. Hát milyen értelemben vallja meg ő magát Úrnak? Vagy másutt, amikor arról van szó, hogy halála és feltámadása már megjelenik a saját jövendőlésében, a saját előérzetében és kifejezéseiben, akkor egy ilyet hallunk tőle, megint csak az evangélium tanúsága szerint, a saját életéről, hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy visszavegyem. Tehát nem csak az Atya támasztotta fel Krisztust, hanem ő maga is úgy tűnik, hogy élet és halál fölött Úr, a saját földi élete és halála fölött is, és persze az emberi élet fölött is, hiszen olvassuk, hogy nem csak betegeket gyógyít, de halottakat is feltámaszt. És természetesen ő az, aki a gonosz lelkeket kiűzi, aki parancsol a természet erőinek, tehát olyan jelek kísérik a földi működését, amelyek megint csak az isteni jelenlétre utalnak. Ugye a démonok kiűzésével kapcsolatban ő maga mondja, hogy az erős embert a házából csak a még erősebb tudja kiűzni. Tehát akkor elérkezett az Isten országa, az Isten uralma, hogyha ezek a jelek megtörténnek. Ő maga hivatkozik rá. Ilyen értelemben tehát Úrnak vallani őt megint csak az istenségének az elismerése. De van itt még egy üzenete ennek a kifejezésnek. Hiszen nem egyszerűen Úr, hanem a mi Urunk. A mi Urunk, mert parancsolunk. Mert akkor vagyunk boldogok, hogyha az ő szeretetére válaszolunk, mondhatjuk úgy is, ha engedelmeskedünk neki. De a Krisztus által felvázolt életeszmény, vagy a Krisztus által adott parancsok és útmutatások, azok számunkra az egész erkölcsi életnek az alapját jelentik. Gyakorlatilag egyén és közösség számára ez az eligazító, és ez az, ami majd a világtörténelem végén a mérlegre kerül. Tehát hiszünk abban, hogy a történelem végén Isten kiértékeli az emberiséget, kiértékel bennünket is már a halál pillanatában, de az emberiség egész történelmét is. Erre vonatkoznak az Új Szövetségnek azok a jövendőlései, amelyek az utolsó ítéletről szólnak, ahol azonban megint csak az Úr, a bíró, aki majd ítél, az maga Jézus Krisztus. Nem véletlen a Sixtuszi kápolnának a gyönyörű freskóján, hogy Michelangelo középre állítja a képen az ítélő Krisztust. Mellette Szűz Mária és a szentek vannak körülötte, ahogyan megint csak az Új Szövetségben többször találjuk, hogy az apostoloknak, a hívőknek ígéri, hogy majd vele együtt fognak ítélkezni Izrael 12 törzse fölött. Tehát ezt a bizonyos végítéletet, a kiértékelést nem evilági ország formájában, nem evilági bíráskodás értelmében meg is akarja osztani a megdicsőült szentekkel. Na most ez az ítélő uralma és ez az életeszmény, amit ő elénk ad, ez az emberi képességeknek minden szintjéhez szól. Szokták néha azt mondani, hogy ő parancsokat ad, ő törvényhozó. Van ebben igazság. Találunk az Új Szövetségben olyan mondatokat, amelyeket bizony
technikailag is megfogalmazott törvénynek foghatunk fel. Amikor az ószövetségi előírásokról, isteni parancsokról azt mondja, hogy mondatott a régieknek, én pedig mondom nektek. Tehát vannak nagyon határozott, parancsszerű kijelentései. Ugyanakkor nagyon sokszor nem ilyen elvont szabályokat vagy parancsokat fogalmaz meg, hanem példabeszédekben szól. Az irgalmas szamaritánus történetében például elmond egy esetet, és aztán azt mondja, menj, cselekedj te is hasonlóképpen. Tehát nem elemzi ki, nem vonatkoztat el belőle egy törvényt, hanem egy vonzó eszményt állít elénk, hogy kövessük. Főképpen pedig, és ez a legfontosabb, saját életét, saját magát állítja elénk eszménynek. Azt mondja, aki szeret engem, megtartja parancsaimat. Vagy másút, amikor arról van szó, hogy a régi sok törvény követése milyen nehéz, akkor oda következtet az új szövetség, hogy egyetlen parancs van, a szeretet parancs. Hogy Jézus is azt mondja, új parancsot adok nektek, a szeretet parancsát. Gyakorlatilag a saját élete a minta. Mert azt mondja, senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Én barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtól adtam nektek. Tehát gyakorlatilag ő a szeretet teljessége, ő a szeretet példája, és ez az a szeretet, ami a törvénynek a teljessége. Magyarán az embernek minden képességéhez szól. Szól a logikus értelemhez, a döntésre képes akarathoz, szól az emberi fantáziához, szól az érzelmeink világához, és így akar egyszerre tanítani és vonzani bennünket. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ő a mi urunk, akkor nem valamiféle fenyegető vagy félelmetes nagyságra kell gondolni, hanem a szeretetnek arra a teljességére, amelyik vonz maga felé. De persze, ha az istenségének a valóságába belegondolunk, akkor könnyen elfoghat bennünket egyfajta megilletődés, vagy akár bele is borzonghatunk ebbe a végtelenségbe. Ezt jelenti az a kifejezés, amit néha a Biblia alapjain is találunk, hogy az Isten félelme, ugye a bölcsesség kezdete az Úr félelme, vagy a Szentlélek többek között az Úr félelmének a lelke, ugye? Mert ha belegondolunk, hogy az Isten mennyire fölötte áll ennek a világnak, akkor szükségképpen egyfajta mély megilletődöttség fog el bennünket. És ha utána Jézus Krisztusban, az Isten emberben találkozunk vele, és azt látjuk, hogy ő a szeretet teljesség, aki értünk emberekért, még az életét is odaadta, akkor ez a szeretet vonz felé. Tehát pontosan az valósul meg benne és körülötte, ami az Isten és az ember találkozásakor mindig egyszerre a félelem és a vonzás, az elbűvölés, a fascinózum et tremendum, ugye a vonzó és félelmetes titok. Jézus Krisztus legyen az, aki a mi életünket is ezzel a vonzással irányítja maga felé, és ezzel bennünket is, embereket, testvéri szeretet közösségi alakít. Az utóbbi évtizedekben állandóan lehetett érezni azt a késztetést az ateistákban, tehát az Isten tagadókban, hogy Jézus Krisztusnak a történelmi létét megkérdőjelezzék, hogy ez se volt, bebizonyosodott, nem így, nem úgy, nem úgy. Most azért ez már enyhült, mert legalábbis én nekem az a benyomásom, mert nem igen tudják már tagadni, tehát nagyon sok minden napvilágra került. Hova vezetne, hogyha netán sikert érnének el ebbe, hogy hát mégse volt történelmi személyiség? Manapság divat nem foglalkozni a történelemmel. Tehát a régi dolgokról szóló történetek közül nagyon sokan nem aszerint válogatnak, hogy melyik az igaz, föl se teszik ezt a kérdést. Azt kérdezik, hogy melyik az érdekesebb. Na most érdekes történetet bármiről lehet mesélni, tehát van a televízió meg a filmek világa érdekes történetekkel, de van történeti igazság, van a megismerésnek reális, tudományos módszere, és ilyen értelemben azt hiszem, hogy a názareti Jézusnak az alakja, az ő történetisége, az komolyan nem vitatható. A megítélése körül voltak a viták a második században, vagy az első század végén, de épp a vitákból látszik, hogy az ellenzői sem azt mondták, hogy nem létezett. Tehát
azoknak a jóval későbbi elméleteknek, hogy nem is létezett, hanem csak mitológiai alak, azoknak szinte bizonyítható a téves volta abból, hogy a Jézusnak a messiási küldetését vagy a tiszteletét elutasítók, akik tehát negatívan ítélték meg, ők se azt mondták, hogy nem volt. Nem is mondhatták azt, mert ugye ha ő a 30-as években meghalt, akkor az 50-es, 60-as években nem igen mondhattak arról bármit, mert Jeruzsálemben azért nyilvánosan szerepelt, őt nyilvánosan kivégezték. Ez azért olyan eset volt, amire sokan emlékeztek. Tehát ezt egyszerűen letagadni, ez nem is volt lehetséges. Most mindenfélevel próbálkoznak, főleg azzal, hogy kvázi lekicsinyülik azokat az embereket, akik nem mindent a rációból vezetnek le. Ebben az esetben azt hiszem ez nem működik, mert tehát a történetiségét azt most már mondom a modern módszerekkel is lehet bizonyítani. És a ráció az nem a levegőben lóg. Tehát az emberi értelem az a tapasztalásból vonatkoztat el, ha tetszik. Az objektív valóság irányítja a mi logikus gondolkodásunkat. Ha attól elrugaszkodunk, akkor az eredményre se tudunk építeni. Fides querens intellectum, ahogyan Canterbury Szent Anzel mondta, tehát a hit keresi a magyarázatot, keresi az értelmességet, a megértést, és racionálisan is a keresztény hit az igenis megalapozható, igenis indokolható. Azt nem mondom, hogy teljes egészében minden igazságával, bárki számára kényszerítő módon bizonyossággal rendelkezésre áll, van szerepe a döntésnek, van szerepe a hit vakmerő cselekedetének vagy bátorságának is, de az értelem próbáját is kiállja. Az ács mi volt, ugye azért egy pár dolgot talán közvetít, hogy kétkezi munkás volt, aki nyilván megbecsülte a környezetet, a fát, a munkát, a munkának az eredményét, tehát egy ilyen fajta, hogy mondjam, tulajdonság az nyilván megvolt. Hát igen. Itt is mostanában vannak újdonságok, archeológiaiak. Ugye tudjuk azt, hogy Izraelben megtalálták a holttenger mélyén azt a halászbárkát, ami körülbelül Krisztus korából származik. És ezt gyönyörűen kiállították, megtekinthető, és végig elemezték tudományosan, mert viszonylag vékony, kisebb darabokból, nem hatalmas gerendákból épült az a hajó, hogy milyen fafajtákból állították össze. És abból az derült ki, hogy akkoriban ott ácsnak lenni igen pepecs munka lehetett, mert nem volt rendes faanyag. Hát egyébként az a Bibliában másutt is ott van, hogy ha építkezés kell, akkor bizony Libanonból kell a gerendákat hozni, mert Palesztina területén nem találtak olyan fát. Kisfák vannak gírbe-gurba ágakkal, amit nehéz egy nagy gerendához használni. Tehát ez az egyik aspektus, ami most előtérbe kerül. A másik. Hol is voltak a nagy építkezések? Hol voltak tényleg ácsok meg épületasztalosok nagyobb munkában? Názáretől nem messze, Bet-Sean, ugye? Tehát hatalmas hellenista városok voltak Galilea területén, érdemes megnézni őket, ha valaki a Szentföldre megy. Ezek ugyan nem keresztény zarándokhelyek, de mint archeológiai lejőhely lenyűgöző. Ma is a nagy oszlopsorokkal és a fejlett urbanisztikával. Tehát téves az a kép, amit sokáig őriztünk, hogy hát igen, ugye lenézték Galileát, az volt a kevésbé megbecsült, a vidéki, és hát Jeruzsálem az a intelligens, a gazdag. Na most ugye ez nyilván a hivatalos jeruzsálemi vezetőknek a szempontja volt, de ők nem azért nézték le Galileát, mert úgymond szegény volt, hanem azért, mert ott sok pogány is lakott, a pogányok Galileája, ugye? Tehát nem volt etnikailag tiszta, voltak egész városok, amelyek hellenisták voltak. Akár nem is zsidó származású, vagy pedig hellenizált népességgel. És ott voltak a nagy építkezések. Most a legújabb évtizedeknek a kutatásai, azok már azzal foglalkoznak, hogy jó, hát ennyit a gazdasági életről. De milyen volt a korabeli Galileának a szellemi élete? Nyilván a hellenista világé az egy másik terület. De milyen volt a galileai rabbiknak a tanítása? Na most valami ebből is fönnmaradt, valami ebből is rekonstruálható. És hát ebből azért nagyon sok érdekes dolog kiderül, mert Jézus bizonyos mondásai így kapnak igazán értelmet. Tehát, hogy mi az, amihöz képest ő egy szigorúbb vagy egy nagyvonalúbb álláspontot képvisel. Miért reagálnak úgy a tanítványok, hogy megütköznek rajta, vagy egyedülállónak tartják. Tehát nagyon is fontos, hogy ezt megismerjük. Krisztus a saját korában eléggé megosztó személyiség volt.
a mai társadalomban, a mai életünkben is mondható annak? Szükségképpen ő magát ilyennek szánja. Tehát amikor a világosság a világba jön, Szent János evangélistának a prológusa szerint, ugye, akkor a sötétség az vagy befogadja, vagy nem. És azt a tanulságot, vagy azt az összegzést olvasok Szent Jánosnál, hogy de a sötétség nem fogadta be. Azoknak azonban, akik befogadták, tehát akik mégiscsak befogadták, hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Tehát magyarul kétféleképpen lehet rá reagálni. Lehet elutasítani, vagy elfogadni. Ilyen értelemben megosztó. Amikor ő arról beszél, hogy nem békét, hanem kardot hozni jött, akkor nem azért van, mert ő háborút akar hirdetni, hanem azért, mert látja azt, hogy bizony, az ő tanítása nyomán emberek akár egymástól elkülönülhetnek, vagy akár vitába is kerülhetnek egymással. Ugye ő erőteljes kifejezéssel mondja, hogy szembefordítom a mennyet anyósával és a fiút apjával, stb. A megtérés az mindig egy belső harcnak az eredménye. És nyilván az emberben rengeteg olyan lehúzó erő van, ami azt mondja, hogy hát ez eddig így jó volt, vagy ez volt a szokás, akkor ezt követem továbbra is. És ha megjelenik egy magasabb eszmény, akkor az erő kell, egy belső erő, egy elhatározottság, hogy az ember változtasson az életén. De hát mi volt Jézus ige hirdetésének a első mondata? Az evangélium szerint ugyanaz, mint keresztelő Jánosnál. Térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa. Csak míg keresztelő Jánosnál ez az elközelgett, az azt jelentette, hogy nem sokára itt van, Jézus esetében azt jelentette, hogy megjelent. De mindenképpen felszólítja az embert a bűnbánatra. Ez nagyon érdekes, ezt nem lehet szeliden megcsinálni, tehát itt azért muszáj határozottan kiállni ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, úgyhogy a Jézusnak a megosztó személyisége ilyen tekintetben szerintem szükségszerű ahhoz, hogy valaki hát rendesen, nem csak a megtéréshez gondolom én, hanem amikor vívódik meg, újra és újra megéli a hitét, akkor is vannak ugye ellentmondások. És igen, azokat... tehát az biztos, hogy a keresztény erkölcsi felfogásnak az nem felel meg, hogy nincs se jó, se rossz. Ezt többféle szempontból is próbálták állítani erkölcsileg. Ugye van, aki azt mondja, hogy az embernek nincs igazi szabadsága, tehát az őt ért hatások, a genetikai adottságai, a körülmények szabják meg, hogy mit tesz, ezért hát nem szabad rá haragudnunk, mert ő éppen ilyen. Mint az oroszlánra se szabad haragudni azért, mert húst teszik, hiszen oroszlán. Na most a valóság azonban nem ez, mert az embernek van egy csodálatos képesség, és ez a szabadság. Ez pedig azt jelenti, hogy választhat. Tehát ebben mutatkozik meg a szabadság, éppen a választásban. A választás pedig mindig vagy-vagy. Nem lehet egyszerre mind a kettő teljesen. Úgyhogy ilyen értelemben az emberi méltósággal, az emberi szabadsággal függ össze, hogy van jó és rossz, van az adott esetben, amit választ valaki és amit nem választ, ennek vannak következményei. Ez nem azt jelenti, hogy minden fehér és fekete. Főleg nem azt jelenti, hogy az embereket örökre, egyszer mindenkorra megbélyegezzük, hogy vannak a jók és a rosszak, a fehérek és a feketék, ez nem. De az igen, hogy amikor nekem emberi szabadságommal élve döntenem kell, hát akkor bizony választani kell, és hogyha elhalasztom a döntést és nem választok, az is egy választás. Tehát ez alól teljesen kitérni nem lehet. Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és őt kell követni, ezzel tudunk eligazodni az életben, és ez az, ami a kemény döntéseket, vagy a magas követelményeket, amiket ő állít elénk, a szeretetben mégis reálissá teszi. Jézusnak az önfeláldozó és szabadító szeretete a keresztény döntésnek is az ihletője. Tehát ő nem egyszerűen egy külső parancsolóként mondja azt, hogy ez szabad, ez kötelező, ez tedd meg, ez tilos, ezt ne tedd meg, hanem ő tudja, mi lakik az emberben. Ő végtelenül szeret minket. Ő azt akarja, ami nekünk a legjobb. Ha ő útmutatást ad, akkor ezen az alapon adja, és ennek érdekében adja. Tehát magyarul a boldogságot keressük, ezért jöttünk a világra, és ennek az útját jelöli ki a számunkra. Dr. Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és Prontvai Vera beszélgetett az apostoli hitvallásról.